Hétfőn indul és november 30-áig tart a mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetése, jelentette ki a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal elnöke. Gyurica Csaba elmondta, a kifizetések több csoportban ütemezetten történnek. Az idén újdonság, hogy a kistermelői, illetve a fiatal gazdák támogatására jogosultak is részesülhetnek az előre hozott kifizetésekből. Az MVH elnöke hozzátette, míg tavaly 8, addig mostanra már 11 jogcímen kaphatnak előleget a gazdák. Gyurica Csaba kiemelte, a jogosult kérelmezők jellemzően a teljes kifizetés körülbelül 50-60%-ára számíthatnak előlegként. Napi aktuális vendége pedig Gyurica Csaba, az MVH elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ha már az iménti összeállításnál tartunk, akkor a fiatal gazdák eddig miért nem kaptak előleg kifizetést? A fiatal gazdáknak, itt most több fiatal gazda pályázat van. Ugye egyrészt van a vidékfejlesztési programban egy fiatal gazdák induló támogatása, van olyan fiatal gazda támogatás, ami a fiatal gazdák számára pótlólagos támogatás intenzitás növekedés jelent, és itt a közvetlen kifizetéseknél egy a közvetlen támogatásokra ráépülő többlet támogatásról van szó, kiegészítő támogatásról. Ezt az új közös agrárpolitika rendszerében tavaly óta kaphatják a gazdálkodók. Ez a második év. Előleget azért nem kaphattak, mert az előleg kifizetéshez mindig az Európai Bizottság hozzájárulása szükséges, illetve az, hogy minden egyes ellenőrzést le lehessen folytatni. Ebben az évben jutottunk el oda, hogy megteremtettük a feltételét annak, hogy a fiatal gazdák számára is a pótlólagos kiegészítő támogatáshoz is előleget tudjunk adni. Ez egy újdonság egyébként az előleg kifizetésnél, pályázatoknál milyen jellegű újdonságok vannak még, hiszen azért nagyon sokan azt mondják, hogy már az előzetes ellenőrzés intézménye is nagyon beváltotta hozzá fűzött reményeket. Egyébként mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Hát az előzetes ellenőrzés, csak a nézők kedvéért elmondjuk, ez azt jelenti, hogy amikor beérkeznek a kérelmek, akkor azt követően mi egy formai ellenőrzésen az összeset áttekintjük, itt nagyjából 170 ezer kérelemről. Kevesebb hibás pályázat? Így van, áttekintjük, és hogyha találunk valamilyen hibát, akkor visszajelzünk, hogy azokon a pontokon, ahol problémát észleltünk, valamilyen dokumentum nem érkezett be, igazolás nem érkezett be, van lehetőség arra, hogy a benyújtás határidejét követően szankciómentesen tudja ezt pótolni a gazdálkodó. És ennek köszönhetően ebben az évben sokkal kevesebb volt a hibás kérelem, amelyeknél az ellenőrzést el kellett kezdeni. Ezért tudtuk azt megoldani, hogy például több jogcímben, és előreláthatólag több gazdálkodónak fogunk tudni előleget fizetni, mint a korábbi Több években. Jogcím, ugye az összeállításban is elhangzott, hogy 8-ról 11-re nőtt. Mennyiben, miben változott ez? Igen, hát hogy lehessen egyáltalán elhelyezni, hogy mit jelent a nyolc. Soroljuk meg fel. Nem, föl is sorolhatjuk, de majd inkább elmondok néhány gondolatot róla. Összesen van 32 különböző jogcím, amire a gazdálkodók jogosultak lehetnek, és Európában nincs még egy olyan ország, amelyik eljutott odáig az előleg fizetés indulására, hogy 11 jogcímben tudjon fizetni. Tehát ezt azért úgy kell értékelni, hogy ebben Európában az elsők vagyunk, a legtöbb jogcímben tudunk támogatást elkezdeni fizetni gazdálkodóknak. Tavaly ez valóban 8 volt, idén meg tudtuk oldani, hogy ez 11 legyen. Növénytermesztőknek, állattenyésztőknek ez jelenti a terület alapon járó támogatást, tehát amit ugye egy hektárra vetítve kapnak meg a gazdálkodók két különböző jogcímben, de ez nagyjából 70 ezer forintot jelent összességében, ennek az előlegét kapják meg, de kiemelten kezeljük a tejágazat szereplőit, hiszen tudjuk, hogy ott nagy problémák vannak, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy időben és korán kapják meg a támogatási előleget, a fiatal gazdákat, a kisebb területen gazdálkodók számára a kistermelői támogatáshoz nyújtunk ebben az évben előleget, ez is újdonság, hogy előleget tudunk fizetni, tehát nagyon sokrétű az a támogatotti kör, akit ilyen az módon... Az előleg mértéke is egyedülálló Európában, ez a 70% nagyon magasnak tűnik. Igen, ez egyébként tavaly került bevezetésre, éppen magyar javaslatra fogadta el a bizottság, hogy 70%-ra lehessen növelni az előlegfizetés elméleti felső határát, mert ez a gyakorlatban valamennyivel kevesebbet jelent, 55-60%-ot legfeljebb,
különböző visszaosztási ráták meg csökkentési tényezők miatt. Ebben nem akarok belemenni, ez egy bonyolult dolog, de a lényeg az az, hogy emiatt a gyakorlatban ez valószínűleg kevesebb lesz azoknál a gazdálkodóknál, akik jogosultak az előleg fizetésére. Mert azért azt is hozzá kell tenni, hogy nem biztos, hogy mindenki előleget fog kapni, aki az egységes kérelmét benyújtotta, tehát támogatást igényel. Beszéljünk akkor az összegekről, mekkora keretösszegben kell gondolkodni, akár az egész támogatásokat tekintve, illetve most mekkora előregről van szó? Összességében, amit agrártámogatás címén fizetünk ki a gazdálkodóknak egy évben, az 400-420 milliárd forintot jelent. Ugye ennek hozzávetőlegesen az a tervünk, hogy legalább a felét eljuttassuk a gazdálkodóknak, tehát szeretnénk a 200 milliárd forintot ebben az évben megközelíteni előleg, illetve részkifizetés címén. Ez mitől címén. Függ? Ennek mértéke? Hát attól, hogy menet közben is zajlanak azok az ellenőrzések, ami a jogosultságot ellenőrzik, tehát hogy mondjam, itt azért nagyon sok esetben nem csak a hivatalon múlik, hanem a gazdálkodókon is, hogy például mondjuk olyan feloldásokat vagy problémákat, amiket kezelnünk kell, jogszerű földhasználat például, vagy egymásra igénylések tisztázása, azokat sikerül-e az előleg fizetés időszakában november 30-áig tisztázni és megoldani, és ennek fejében az előlegek kifizetését elindítani. Hát és azért mindig kérdés talán a visszaélések. Hogyan ezzel az ágazat? Hát az ellenőrzések asszociát is szolgálják, hogy a visszaéléseket kiszűrjük, hogy a földhasználat jogosultsága az egyik tényező szempont, hogy egyáltalán jogosult-e a gazdálkodó a támogatás igénybevételére, és ehhez szigorú ellenőrzéseket kell alkalmazni, amit nagyon sokan zaklatásnak vesznek időnként, de hát ezek az ellenőrzések azért pont azt is szolgálják, hogy azok kapják meg a támogatást, akik valóban jogosultak erre, és méltóak erre a támogatásra, és a kiskaput keresőket, az esetleges csalókat, vagy jogosulatlan igénybevőket, nevezzük így, kiszűrjük a rendszerből. És milyen arányban vannak ők még a rendszerben? Mi a tapasztalat az ellenőrzések során? Hát szerencsére azért nem egy nagy arányról van szó, akik jogosulatlanul akarnak igénybe venni támogatást. Sokszor egyébként nem arról van szó, vagy nem csak arról van szó, hogy valaki szándékosan próbál támogatást igénybe venni, tudva azt, hogy nem jogosult a támogatásra, hanem nagyon sok esetben azért nem jogosult a támogatásra, mert nincs tisztában nagyon sok feltétellel, ami a támogatás igénybevételéhez szükséges. Tehát jó szándékból követel szabálytalanságot, de ezeket is, sajnos ezeket az igénylőket is nekünk a rendszerből ki kell szűrni. Na nézzünk egy kicsit más témát, bár ide kapcsolódik. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter ma sajtótájékoztatón annyit mondott az uniós támogatásokat tekintve, hogy 2016 a pályázatok éve lesz, és 2017 pedig a megvalósítás éve. Mennyiben érinti ma mindez majd az agráriumot, hiszen nagyon sokan attól tartanak, hogy az unió befagyasztja akár a kohéziós pénzeket, illetve az olyan jellegű juttatásokat és uniós támogatásokat, amiket egyébként a migráns kérdés kezelésére is fordítana. Igen, hát Lázár miniszter úr a mai tájékoztatóján nem csak a vidékfejlesztési programhoz kapcsolódóan, az összes uniós forrásra vonatkozóan beszélt erről, de ami bennünket, illetve a mezőgazdaság vagy az ágazat szereplőit érinti, az egy nagyon jelentős tétel a vidékfejlesztési program beruházási pályázatai. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy 1300 milliárd forintos keretösszeg az, ami itt rendelkezésre áll. Ez 67 felhívás formájában teszi közzé a miniszterelnökség. Ebből 38 megjelent ebben az esztendőben eddig, 942,5 milliárd forint értékben. Tehát erre értette az miniszter úr, hogy a 2016-os év az a pályázati felhívások éve lesz, és nyilván, ha pályázati felhívások megjelentek, a pályázatokat beadták, azokat el kell bírálni, utána jöhet a megvalósítás, és reálisan ez 2017-ben következhet. Erre értendő pedig az, hogy a 17-es év, nem is azt mondom, hogy a 17-es év lesz a megvalósítás éve, hanem 17-es évvel indul a megvalósítás, hiszen azért itt több éves beruházásokra is be kell rendezkedni. Ugyanakkor Brüsszelben már lehetett olyan jellegű javaslatot is hallani, illetve emberek már mondtak olyan jellegű ötleteket, hogy akár a földműveléshez, agráriumhoz tartozó kifizetések kontójára kellene a migráns kérdést kezelni. Hát akkor mi lesz itt az agrárium szereplőivel, hogyha mondjuk befagyasztják ezt a pénzt?
Az ilyen hangok a migránskérdéstől függetlenül is időnként feltűnnek az Unióban. Ez mindig nagy viták kérdése, hogy a gazdákat támogassák, milyen mértékben támogassa az Unió. Ez a vita, ez a következő időszakra lesz érdekes, tehát a 2020-szal kezdődő uniós költségvetési ciklusra, ez még nem kezdődött el, 2017-től indulnak az ezzel kapcsolatos egyeztetések, viták, tárgyalások. Az egy nagy csata lesz, kétségtelenül, hiszen az egyes tagországoknak az érdekei azért eltérnek ebben a tekintetben. Magyarország, a magyar kormány ebben egyértelmű álláspontot képvisel, a magyar gazdáknak szüksége van, az ágazatnak szüksége van ezekre a támogatásokra, és ezt képviseljük. Mindegyik ország ezt mondja, ugyanakkor kérdés, hogy a lobby az mennyire lesz majd erős. Ez így van, de azért ebben van egy nagyon jelentős összefogás. Én azt gondolom, hogy itt még felesleges jóslatokba bocsátkozni, mindenféle vészharangokat megkongatnak különböző érdekképviseleti szervezetek is akár, de hirtelen az agrártámogatásokat leépíteni biztos, hogy egyik pillanatról a másikra nem lehet, de változásokra, esetleges változásokra azért az ágazatnak fel kell készülnie. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. Nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm. Holnap Néveri Ferenc Igor várja önöket a Napi Aktuálisban. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!